Egyesületünk tagjait, és rögtön elnézést kérek, hogy a mondandómat olvasom, mert a sok embertől bizony zavarba jövök. A karácsony már időtlen idők óta a szeretet ünnepe, a meghittség napja. A karácsony minden és mindenkit megváltoztat. Jobban vágyunk a csendre, a nyugalomra, visszatérünk azokhoz az értékekhez, amelyek a hétköznapok rohanásában időnként a háttérbe szorulnak. Jobban figyelünk a családunkra, barátainkra, embertársainkra. Az ajándékvásárlás és az ünnepi készülődés izgalma csodálatos, azonban ezen az ünnepen mégis a szereteten van a fő hangsúly, azokon a meghitt pillanatokon, melyeket szeretteinkkel együtt tölthetünk el. Néha egy szóval, egy mosollyal sokkal többet tudunk kifejezni, mint drága ajándékokkal halmoznánk el egymást. Az igazi ünnephez és az egész életünkhöz nem kell más, csak az, hogy szeretni, tisztelni tudjuk egymást. A leköszönő vezetőség nevében egy idézettel szeretnék kellemes karácsonyt kívánni a Nyugdíjas Egyesület tagjainak. Karácsonyi szeretet, csend és béke legyen ott az ünnepvárásban, a fellobbanó gyertyalánkban, a sülőkalács illatában, a csengő harangok hangjában, az egymásra mosolygásban, a szemek tükrözte ragyogásban, a hit csillagában, a világban. Legyen szeretet, csend és béke a lelkek találkozásában. Köszönöm szépen, és megkérem polgármester asszonyunkat, Koprénő Réva Gyöngyit, hogy ő is üdvözölje nyugdíjasainkat. Tisztelt ünneplő közösség! Köszönöm, hogy meghívtak erre a szép karácsonyi ünnepre. És hát hoztam egy pici ajándékot, egy verset, ami egy kicsit megidézi, hogy mielőtt állunk. Egy hét múlva érkezik hozzánk a kisded. Ez egy szép ünnep, ahogyan Gizike is mondta, a lecsendesedés, a nyugalom, az igazi megállás ünnepe. Juhász Gyula, betlehemi üzenet a vakoknak. Testvéreim, egy látó küldi néktek üdvözletül ma könnyes szavait, ki mindig fájón és szédülve nézett egy szép pokolt, mely földnek hivatik. Ő onnan jött, hol a magas mennyeknek szférája zeng, és csillaga ragyog, szemében még egy fény árnyéka reszket az édené, mit sírón elhagyott. Mint nagy elődje, Milton, aki vak volt, ő is szeretné látni vígeket, túl minden földi harcon és kudarcon, felé örök világok intenek. Testvéreim, itt mind vak, aki balgán tűnő örömben üdvöket kutat. Ki Istent vár a múló gyönyör arcán, mind vak szegény, ki nem talál utat. És nem vak az, ki nem talál utat, s meg fogja látni Istent magát mind, kinek lelke fény, minden világi pompák csillogási kialszanak, ha Isten fények él. Szeressetek! Ezt mondja az apostol, s ennél különbet nem mond senki se. A betlehemi békés csillagokból üzeni ezt ma a szívek szíve. És ha már karácsony, és várjuk a karácsonyt, akkor a karácsony nagyon szép alkalom arra, hogy a hálánkat is kifejezzük, és köszönetet mondjunk egymásnak. És most én ezt a köszönetet szeretném elmondani Marlon Gizellának és Csovics Balázs néna Gizikének. Gyertek ide, Marlon, légy szíves!
azt gondolom, hogy ez az elmúlt három év, ugye jól mondom, három év kis csodákat hozott az önök életébe és a miénkbe is. Mert hogy olyan nagyon sok szép esemény volt, rengeteg közös együttlét, nagy rendezvények, igazi nagy közösségi rendezvények, ugye, ha csak a legutóbbit mondom, a Szüreti Fesztiválunkat, fantasztikus élmény volt, és az esemény és az élmény mögött rengeteg munka. Rengeteg munka, hónapokig tartó, kitartó, áldozatos munka. És mégis ők ketten, akik vezették ugye idáig az Nyugdíjas Egyesületet, mosolyogva, szorgosan végezték ezt a, munkát, nem jó szó, de mégiscsak az. Nyilván a többi taggal és társsal, elnökségi tagokkal, akik szintén ebben nagyon-nagyon sokat segítettek. Nagyon szépen köszönöm, hogy ilyen lelkesen tették ezt, és viselték a nyugdíjasok életét gyakorlatilag a lelketeken, mert hogy szép élményekkel gazdagítottátok a Nyugdíjas Egyesületet. Úgyhogy szeretném megköszönni egy pici kis ajándékot. Szeretnék mondani, hogy kívánom nektek, hogy családotok körében, barátaitok körében nagyon boldog karácsonyotok legyen, mert hogy nagyon nagy szükség van az otthon is a munkátokra és a szeretetekre, és én ezt meg is értem, hogy bizony ez a három év ez biztos, hogy nagyon nehéz is volt, fárasztó is. Köszönöm, és kívánom az új vezetőségnek, kívánom Atnai Józsefnek, ahogy hallom, ő lett az elnök, és a vezetőség többi tagjának, hogy ugyanúgy vigyék sikerre az Egyesület életét, szerezzenek nekünk nagyon-nagyon sok élményt, egymásnak sok szép napot, és kívánok ehhez jó erőt, sok egészséget, és sok-sok közös együttlétet magunknak. Ezt az önkormányzat nevében is, és a saját magam nevében is mondom, és áldott boldog karácsonyt kívánok mindenkinek, a jövőben pedig jó egészséget, sok-sok szeretetet. Az idei karácsonyi összejövetelünkön vendégművészeket üdvözölhetünk, akik műsorukkal szebbé varázsolják ünnepüket. Ismerjük őket már, ő az operai énekes Fels Márta, Mayer Angyalka a kísérő, és Kátai Júlia szintén operai énekes.
Thank you.
pedig Wolf Péternek az Ave Máriája. Thank you.
Ezután a szépség után következem én. Szeretném bekonferálni Csovis Vigust, aki egy verset fog előadni nekem. Én is mindenkitől szeretnék elköszönni, és mindenkinek boldog karácsonyt kívánni ezzel a verssel. Aranyosi Ervin, ami számít. Ami számít, az ünnepben az fa alatt nem lelet. Nem tudja becsomagolni, bármi ügyes képkezet. Ami számít, áruházban s pénzért nem is kapható. Csupa olyan kedves dolog, ami szívekig ható. Minden nap lehetne adni, s többet érne, azt hiszem, befoltozna a sérülést a sok meghasadt szíven. Ami számít, láthatatlan. A csomagban nem lehet, mert az igazi ajándék ölelés és szeretet. Akit szeretsz, csomagold be, két karoddal vedd körül, öleld át, és figyeld arcát, látszik, ha a szív örül. Arcod díszíts mosolyoddal, s mindenkinek add tovább. Néhány jó szó csodát tehet. Beszéljünk, tegyünk csodát. Ne csak mondd, hogy a mondandódat, hallgasd is a másikat. A figyelem szép ajándék, mely a lélekre kihat. Vesd véget a rohanásnak, várd lemaradt lelkedet, engedd meg, hogy utolérjen, szegély tegye ünneped. Élvezd ki, hogy szívből adhatsz, és megélhetsz száz csodát. Ne keresd a mi érteket, sose kutasd az okát. Szeretettel, kedvességgel díszítsd fel az ünneped, s gondolj arra, hogy mi mind-mind együtt ünneplünk veled. De megunni sose fogjuk, a nyugdíjas egyesületünk táncosai fognak kedveskedni nektek egy tánccal.